Sziasztok, üdvözletem minden Táskáról! Hát a térkép szerint idáig jöttek el a sinek a kisvasútból, viszont itt semmi nyomát nem látni már. Ez érdekes, viszont a térkép meg azt mutatja, hogy errefele volt, tehát szerintem itt a földút mentén volt valahol. Ugye esetleg elmegyek erre, és majd a faluban még van egy útátjáró, ami állítólag még a sinek is megvannak. Úgyhogy majd el fogok menni arra. Egyébként ez a szárnyvonal, ez a Balatonfenyvesi kisvasúthoz tartozott, és 2002-ben zárták be egyébként. Ugye a csisztai vonalból ágazott ki, a csisztai pedig Imre Majorból. És Imre Major utána kiágazásnál volt kiágazó delta, a táskai elágazás, és ugye 6 km-es szárnyvonal jött Táskára. A csisztaival együtt zárták be 2002-ben, és hát azóta annyira nincs forgalom, hogy el is lopták a sineket nagy részben. Ja, a csisztai az annyival volt szerencsésebb, hogy ott a sinek megvoltak, és az most újra is fog nyílni. Hát itt a Táskainál erre még terv sincsen, hogy ezt újra nyissák. Igazából sok értelme nem is lenne, hogy itt eddig szétnéztem a faluba, mert olyan nagy látványosság itt nincsen, ami miatt a kisvasút indokolt lenne, hogy idáig eljöjjön, tehát mondjuk hivatásforgalma meg aztán pláne nem lenne esélye. Ugye a buszok járnak Táskára, most is Lengyeltótiból jöttem busszal. Úgyhogy most érdekes, hát megpróbálom bejárni a vonalat, ameddig lehetséges, remélhetőleg azért eljutok Imre Majorig. És ezt nézzétek, Talfa, tehát itt volt a nyomvonal valóban, tehát eddig még jók vagyunk, és hát sajnos itt már tovább semmi. Ugye, hát egy-két talpa meg alátét, viszont itt a sinek már nincsenek. Viszont ezt nézzétek, itt már megvannak a sinek. De hogy itt többet nem fognak járni, az is biztos. Nézzétek meg, hogy milyen állapotok vannak. Ezt nézzétek, patcsonkok. Tehát valószínűleg itt volt az állomás, esetleg itt lehetett a peron, és akkor itt voltak vadok. Hát de ebből már semmi nem maradt. Egyébként a sinek azok úgy hébe-hóba megvannak valahol, de a nyomvonat már teljesen benőtte a gaz, de itt mellettünk a töltésen ment. Úgyhogy itt a földúton tudok haladni mellette, a töltésen már nem, viszont tudjátok, hogy na, itt lopták el a sineket. Gyakorlatilag semmi nem maradt. Sínszálak. Valamennyi megmaradt. És itt arra egyenesen menne tovább, de hát ezt így szerintem esélytelen. És mellette a földút is azért eléggé itt dzsubás, itt is be van nőve a szempontjából, és egyébként ott. Még lehet, hogy volt egy váltó is. Itt mintha több sínszál lenne. Bizony. Aha, ott egy váltó. Na, megpróbálok oda bemenni, megnézni. Pá. Ott meg egy pár cserép, tehát lehet, hogy itt volt egy épület, amit lebontottak. Egyébként Táskán volt épület, azt egy 80-as évekbeli fotón látszik, de azt szerintem akkor se volt meg, mikor még üzemelt a vonal. Nem tudom, mennyire látszik, de itt volt egy váltó. Itt megvannak a talfák, ott az elágazás. Ugye erre is ment egy vágány, meg arra is ment, de hát hogy igazából 18 éve nem járt erre vonat. És ezt nézzétek. Itt egy távíró oszlop még. Ott van a porcelán szigetelő is rajta. Hát legalább egy megmaradt. És ezt nézzétek. Egy betonaj. Ugye, sín, de folytonossági hiányok is vannak. Hát igen, itt rájártak már a pályára a bezárás után, közvetlenül. És az a kés csoda, hogy még egyáltalán vannak sinek. Viszont itt azért valamennyire lehet ilyen töltésen menni. Ugye van csalán is, meg szúrós növényzet is, de annyira itt még nem veszélyes. Megpróbálom még egy kicsit követni a töltést. Hát vonal történetéről most sokkal többet nem tudok mesélni, mert ugye a csisztai bejárásnál már mindent elmondtam, és a Táskai az annyit lehet hozzátenni, hogy ilyen kiágazott, és hát életében se lehetett olyan nagy forgalma, már csak azért se, tehát meg azért se lenne így ezen a nyomvonalon értelme visszaépíteni, mert itt a falut azt így módszeresen kerüli el, tehát itt a falu szélén vagyunk egy erdőbe. És így a lakott részt azt így eléggé elkerülte. Tehát, hogyha újra is indulna itt a forgalom, akkor van teljesen más nyomvonal kéne. Akár a főutcán végigvezetni a falun, vagy márhol. De esetleg a lakóházakhoz közelebb, mert így tényleg nem sok értelme volt. Legalábbis, hogy egy hivatás forgalmat akarunk rá, már pedig itt nagyon más nem lehet, akkor ez így már manapság kevés lenne. Na itt viszont megint vannak sinek. Viszont ilyen hatalmas nagy dzsumbu is. Na ezt nézzétek. Itt még egész összefüggően megvannak a sinek. Viszont itt lógnak a levegőben, nincs már alátámasztás. Ilyen elvált a talpától. Ugye semmi rögzítése nincs. Viszont vannak kisvasúti betonaljak is a talpfák mellett. Így érdekesen eddig nem érünk ki a főútra addig. Igen, és a főúton is keresztbe megy át, ott van egy átjáró, ahol talán még megvannak a sinek, legalábbis 2013-as képet találtam onnan, ahol még megvoltak. Mert valószínűleg az átjáróból nem bontották ki. Maximum ráaszfaltoztak, hogyha volt újra aszfaltozás azóta az úton. És ütőktől az egyik sín az eltűnt. És hát itt bevágásba ment, úgy látom. Na ezt nézzétek! És arrafele megy a vasút. Mutatom. Így. Így. Mondjuk, hogyha itt újra is indulna a forgalom, amit kétlek, ide már teljesen felesleges lenne kihozni. Mert itt tényleg nincsen semmi. Hát ott látjátok, ott vannak a szélső házak, de hát onnan is még. Azért elég messze vagyunk. Tatni. És ezt értek, innen jött ki a vonal, és itt látszik is, és ennyi megmaradt itt az útátjáróban a sinem. És ott arra felel meg tovább ismét beagaszva. Nézzétek, itt van egy kiszáradt csatorna, és egy áteresz, ami megmaradt. És a sinek. Itt még egész jól járható a töltés, nyomokban még sineket is tartalmaz a vonal. Látok, csalán az van rengeteg, de egyébként nagyon más nincs. Megszúrós vízbasz is, és egy-két csalán még nadrágon keresztül is meg tud szúrni, de hát annyi baj legyen, a reuma ellen jók leszek megint. És hát itt a töltés. Hát megpróbálunk követni, amennyire lehet. A Sincskanzen mágnesvasút próbapályája kiépült táskán. Vagyis inkább csak ellopták a másik sínszálat. Ez van egy szelvénykő. Na, ez igazi bozótharcos vonalbejárás, eddig csak ilyen könnyebbeken voltam. Mint ami tegnap is, meg ugye előtte is, de 24-esen is se volt különösebb kihívás. Hát itt majd most lesz. Hát, ha ezt el tudnám olvasni, azt hiszem 59-es. Na hát egy hosszabb bozótharc után most. Itt egy darabig egész jó a pálya. Nézzetek el arra, itt még nem tűnik el nagyon vészesnek. Aztán ki tudja, hogy ez az állapot meddig áll fönt. Na ez az a rész, ahol már ugye teljesen eltűntek a sinek. Töltés az megvan, az itt van, csak nagyon benőtte a gaz. Mellette villanypásztor, hát haladok Fehérvízpusztáig. Egyébként majd, hogy nem tök egyenes az út. Aztán majd meglátjuk, meddig jutok. Remélhetőleg sikerül eljutni a táskai elágazásig. Hát Nagyon szar lenne, ha most vissza kéne fordulni, és ugyanezt megtenni visszafele, és ezt a bozót harcot. Na itt jobban látszik a töltés. És itt még egész jól járható. Tehát ott itt egy betonaj. És errefele ment tovább a vasút. Hát. Silek azok már nincsenek. Betonaljak azért még hébe-hóba vannak, meg talpák, de nagyjából ennyi. És még azért elég messze van Fehérvízpuszta, és nem hogy táskajelágazás. Hát innen itt legalább van egy földút, ami valamennyire járható. Hát Google szerint ez egy járható földút. És nézzétek meg itt mi van. Hát gyalogosan egyébként valóban. Úgy 5000 csalánon keresztül, de itt így legalább járható. Hát mondjuk ez már biciklivel, vagy jármű. Hát jó, mondjuk járművel, még talán egy autóval, hogyha nem akad el, meg nem kap defektet, akkor itt simán, de na, innen már kicsit jobb a helyzet. A töltés az ott van, de odáig most nem tudok elmenni. Na, és itt már bevágásban ment a kisvasút, itt legalább a töltési vonala kivehető. És nézzétek meg erre, itt nyíl egyenesen, mert egész Fehérvízpuszta így egyenesen fog menni, de a sineket már rég ellopták, és itt még sok helyen még a talpákat is. Lehet, hogy valakinek jó volt tüzelőnek. Itt találtam egy sínszálat. Azért még teljesen nem tűnt el a kisvasút ezek szerint, bár a túloldali párja az már nincs meg. Nézzétek, itt van a kisvasút, és a térkép szerint Fehérvízpusztán vagyunk, de hogy a megállóhely pontosan hol volt, azt így nehéz beazonosítani. Szóval nézzétek meg ezt a sok törmeléket, tehát itt lehet, hogy volt egy esőbeálló, vagy valami sonló, és azt bontották el, és azt dobálták ide. Ezt nem tudom, de itt azért majd mindjárt visszamegyek a töltésre, és akkor így próbálok majd nyomokat keresni, mert valahol itt volt egy megálló Fehérvízpuszta néven. De hogy pontosan merre, azt nem lehet tudni, hogy GPS koordináta sincsen. Majd itt próbálok egy kicsit jobban figyelni, hát ha észreveszek valamit. És ezt nézzétek. Itt a sinek megvannak, de benőtte a gaz, viszont ami itt érdekes, hogy itt van egy sín, tehát itt szerintem volt egy váltó. Tehát valahol itt lehetett akkor a megállóhely, és lehet, hogy volt egy lakodóvágány is. Viszont akkor, hogyha itt volt a váltó, akkor valahol itt kellett, hogy legyen, vagy az állítóműnek is valahol itt kellett lennie. Hát az meg már szőrényszálán eltűnt. Hát sajnos más nem találtam. Elég tüzetesen átnéztem itt a környéket, de más nem találtam, viszont itt a bevágás is, mint a szélesebb lenne. Azt beszéltem, csak egy ilyen kisebb kitérővágány lehetett, viszont akkor itt volt a megálló, legalább már ezt így tudni, hogy legalábbis nagy az esély rá, hogy itt volt, de semmi nyoma nem maradt. Nem tudom, hogy amikor még üzemelt a vonal, akkor egyáltalán megállt-e itt valami. Ezt érdekes lenne kideríteni. Ki 2002-es menetrendet majd meg fogok nézni, hát ha. És utána most megint ott tartunk, hogy a sinek eltűntek. Tehát itt egy dekasint nem látok most sem erre, pedig itt kellett, hogy legyen, és nem azért, mert egyszerűen ugye betemette a gaz, hanem itt tényleg ellopták. Ezt nézzétek, találtam itt egy követ. És ez így lehet, ez nagyon-nagyon gyanús, ez így keretbe téve, ez nagyon gyanús nekem, hogy lehet egy biztonsági határjelző. Itt úgy találtam meg, hogy majdnem felbuktam benne itt a nagy gazba. Tehát lehet, hogy korábban elkezdődött már itt egy kitérővágány, és az a vége volt, amit megtaláltam. Látjátok, sínszál. Tehát itt van egy vágány, az biztos. Sín. És akkor lehet, hogy itt volt még egy. De nem maradt semmi, hát ez a baj, hogy így tényleg ilyen a sínek is csak nyomokban. Aha, és itt is van egy sín. Igen. Akkor viszont valahol itt lehetett. Akkor jól mondtam, hogy valahol ezen a környéken volt a Fehérvízpuszta megálló, és volt egy kitérővágány. És akkor ez itt biztos, hogy... Na, most már én sem látom azt a követ az előbb, de az egy biztonsági határjelző volt. És akkor itt volt valahol a kiágazás, hát érdekes, csak hát peron az nem maradt, épület sem maradt, ha volt egyáltalán. Úgyhogy, hát de ez olyan, hogy tényleg elveszett vágány, 18 éve itt már nem járt semmi. Viszont ott van egy távíróoszlop ott szembe, de hát még az esetleg. Ugye tárgyi bizonyíték, hogy itt valaha átvonat, és igen, és itt van a sín, és itt is ötön a sínszál, de hát itt megyek most a vágánytengelybe. Tehát, aha, és itt van. És itt még egy-két alfát is lehet látni. Hát a váltót azt nem. Egyébként szerintem már ez a kitérővágány akkor sem volt használatban, amikor még a Kisvasút itt errefele üzemelt, és ezt már korábban kiszedték a váltókat, csak a vágányokat hagyták meg. De egyébként ott látszik, hogy itt szintén még így nyílegyenesen megy. Na, ezt nézzétek, sikerült kiszenvedni innen a gazból a földútra, és a sinek itt is megvannak. Ráadásul 3-as tevelő sinek vannak, de azért egy átjáróba szokatlan, pláne keskeny nyomtávon. És hát errefele megy tovább. Ezt nézzétek, csak a tipikus, hogy lóg a sínszál a levegőbe, meg van egy-két alfa. És a kis függönykarn is sinek. De hát errefele van, hát itt azért egy elég húzós erdei úton kellett megkerülni. Tehát ezért, meg itt a pocsolyának a szélén is menni kellett. De sikerült visszajutni a töltésre, és úgy tűnik, hogy innen már járhatóbb a dolog. Hát, aztán persze, hogy a sinek azok megint, tehát innen eléggé tünereztek el a sinek. Tehát tényleg a sínszálak nagy része az szőrénszálán eltűnt. És valószínűleg a csisztai azért nem jutott erre a sorsra, mert ott azért sokáig hajtányoztak. És ott vigyáztak rá. Meg hát mire a hajtányozás megszűnt, ugye a máv által, addig ugye befenyítették akkor a hajtányosokat, hogy az ilyen szürke zóna volt akkor, hogy igazából nem volt rá törvény se, de tehát így nem is volt legális, de igazából ellenese volt. Tehát sokáig ez egy ilyen megtűrő dolog volt, azt egyszer gondoltak egyet, és azóta meg nem lett az. Itt viszont soha nem hajtányoztak, és hát az akkoriban volt már, amikor már nem lehetett olyan egyszerűen eladni. Ilyen vasanyagként, mert megszigorították az átvételt, így 2010 után valamikor, és akkor már ugye kevésbé volt kellendő dolog a sínszál, mert nem lehetett bármelyik mételepen leadni. És egy megmaradt áteresz. Itt az egyik öntöző csatorna fölött. Sinek nélkül ugyan, de megvan. És még a talpák is megvannak, és ez ráadásul nem is akármilyen, ez vasbeton. Hoppá! Egy sínszál rajta maradt. Valamiért a hídról nem lopták el a sineket, utána viszont már nincs. És ennyi, és azért ez nem kis műtárgy volt. Szóval a Kisvasút nyomvonala az ott van, és itt most elment ez a masina, egy traktor, amelyik itt vágja itt a gazt, és csinált itt nekem előzékenyen egy sávot, amin tovább tudok menni. Így ez most jól jött, mert már teljesen embermagasságú dzsungelbe küzdöttem magam előre, így akkor most egy picit ez megkönnyítette a dolgomat. Hát itt van a vasút, és itt ennyi látszik belőle, itt még egy út átjáró, és itt megy tovább egyenesen, és ez már a delta felett tartó. Tehát ott azok a fák szemben, az már a csisztai vonal. És itt van a váltó ülthelye a táskai elágazásnál, és a sinek. És ugye, itt volt a delta. Hát, így ment a két vonal. Ugye, mert korábban még a bezártás évében is volt olyan járat, amelyik táskán keresztül ment Csisztára, úgyhogy Úgyhogy a delta egyik ágán itt eljött, elment Táskáig, vissza, és visszafele meg a delta másik ágán ment tovább Csisztára. Viszont a deltának ezt a részét már korábban felszették, másik részét meg most, amikor itt elkezdték visszaépíteni a csisztait, illetve az űrszelvényt takarították le, az akkor tűnt el a maradványa. Tehát innen már nincs sok hátra, ott a távolban a fák, az már a csisztai vonal mentén van. És itt van a delta egyik fele, amit most sikerült bejárni. A vonalból pedig ennyi maradt. Ott pedig egyen arrébb már a csisztai nyomvonala, az pedig épül. És akkor még ráadásként még ezt a kundpusztai szányvonalat ezt megpróbálom bejárni. Hát ez egy pár száz méteres, igazából két ilyen gazdasági majorhoz, vagy nem tudom mi ezt tartozott, és ott három épület volt a korabeli térképeken. Az lehet, ami most is megvan, ki tudja. És egyébként itt látszik a töltés is. Hát így jött a vonal. Itt volt egy delta, ami kiágazott, és persze a másik irányból is be lehetett idejönni. Hát ezt már korábban felszették, még 2002 előtt. Ugye tényleg ezen személyforgalom soha nem zajlott ezen a vonalon, ez csak ezt a majorságot szolgálta ki. Viszont a töltés megvan, úgyhogy bejárom, ameddig lehet. Hát egy kicsit föltámadt a szél, de ezt meg kell mutatnom, itt egy illegyenesen megy a vonal, és itt megvannak még a régi talpfák. De ez is érdekes, hogy itt megvannak a talpfák, és a Táskai vonalon meg ilyenek nincsenek, sőt, még az ágyazatból is van némi maradvány. És a töltés az végig látszik, hogy merre fele ment, tehát itt tényleg így illegyenesen bement a majorba. És itt van a nagyjából a vágánynak a becsatlakozó vége. Hát itt van néhány oszlopcsunk. Hát szerintem ez egyébként villanyvezeték lehetett régebben. Itt távíró nem hiszem, hogy volt, és hát itt van maga a majorság. Ugye, na hát a három épület az nagyjából, hát ugye kettő meg is van így. Már amennyi még megmaradt belőle, valószínűleg itt volt a harmadik, és az eltűnt, de itt volt a rakodó. Tehát itt egyébként a vágányok valószínűleg végig tartottak, és itt lehetett kirakodni. Hát szétnézzünk, hogyha itt a környéken, ha már itt vagyok. És akkor most kicsit átmegyünk Gurbexbe. Egyik épületbe benézek, itt már se ablak, se ajtó, se semmi. Hát gyakorlatilag ennyi, hát itt túl sok néznivaló nincsen. Hoppá, lódalás, az hát. De csak egyet látok, ott mászkált az előbb. Hát egy az még nem ellenfél. És itt egy magas épület, csak egy sajnos fölmászni már nem lehet, mert ilyen létrát elvitték. Igen, sajnos a vaslétrát ellopták, úgyhogy a tetejére nem lehet fölmászni. De egyébként is elég lozogának tűnik, nem biztos, hogy felmásznék rá. És itt van az épület hátulról. És a másik épület belseje, hát túl sok érdekesség itt sincs. Ez istáló volt valószínűleg. Látszik, hogy ugye padló sincsen, csak földes. Ez szerintem istáló volt. És akkor vissza a Táskai elágazás utánra. Hát itt, ahol az átelesz, az eltűnt. De itt van egy friss betonozás, tehát valószínűleg már készül az új. És egyébként láttam teherautókat is mászkálni, tehát szerintem hordják a kavicsot, meg az építőanyagot, hát ki tudja, hogy milyen állapotban van az építkezés, de talán most már elkezdték, most úgy tűnik. Hát minden esetre itt is, hát látszanak a friss keréknyomok a nyomvonalon, az már biztos. Meg hát úgyis errefele kell innen majorig menjek, úgyhogy ezt még végig fogom követni. És ha látok valami érdekességet, akkor még filmezek, úgyhogy most el se köszönök majd innen Majorba. Hát a legutóbbi látogatás óta ennyi változott. Az a hegy az eltűnt, itt voltak ilyen beton elemek, azok is eltűntek. Hát ott még mindig gaz van, de hát múltkor ott kell a biciklistát szenvedni, most már megpróbálok valahogy másképp átmenni a túloldalra. Például itt, és ráadásul itt is friss betonozás. Előbb-utóbb ez a híd vissza fog épülni. Aha, és szerintem itt vissza tudok mászni. Nem tűnik olyan mélynek az a pocsolya se. Tehát szerintem itt ez megoldható. Hát egész idáig a helyzet változatlan, tehát itt a mára megépített két átreveszen túl is eljöttem, már majdnem itt vagyok Imre Majorba, és itt van ez a lánctalpas gép, ami itt már szerintem egyengeti a talajt, de majd ha mögé érek, akkor kiderül. Itt áll egy munkagép, valószínűleg igen, itt az alépítményen dolgozik, és hát egyébként akkor haladunk tovább erre, hát vágányfektetés még nincsen. Valószínűleg először az alépítményt építik meg, és az új hidakat, meg átereszeket, amiket majd a régieket elbontották mindenhol, gondolom először készen kell lennie ezeknek a műtárgyaknak, és akkor utána lehet a sineket lerakni. És akkor ismét Imre Major, hát látszik itt ezek a régi átjáró elemeket használják peronnak, egyébként nagyon ötletes, és ide elég is. Hát még csak az alépítményi munkálatok folynak, a felépítményből még egy méter se épült, de az építkezés elkezdődött. Hát reméljük, hogy ha jövőre visszajövök, akkor már előre haladottabb állapotba fogom találni. Esetleg már készen is lesz, és utazni is fogok vele. Úgyhogy az a kis rögtönzött Balatonfenyvesi kisvasúti vonalbejárás, ez ennyi volt. Köszi, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!